Az MSZP felszólítja a kormányt, hogy mondjon le arról a szándékról, amely a családi pótlék folyósítását a szülők munkaviszonyától teszi függővé. Ez egy brutális és kegyetlen költségvetés, amely felmondja a társadalmi szolidaritást. Ez már az NMP véleménye a 2015-ös költségvetés tervezetéről. Hát ezek vizet gerebjéznek. Ez a költségvetés gyerek és család ellenes, amely a rászorulóktól elvesz és a gazdagoknak ad. Így fogalmazott az MSZP politikusa. Azt mondja a kormány, és dicsekszik vele, hogy sokkal több pénz jut majd a gyermek étkeztetésre. Hát ez nem igaz. Hát hazudnak. Kóros Lajos számon kérte, hogy az ígéretek ellenére a KSH még mindig nem közölte a szegénységi adatokat. Azt azonban így is tudjuk, mondta, hogy 700 ezer gyerek ma sem jut elegendő ételhez. Ennek ellenére a nemzeti és családpolitikai alapra jövőre 100 milliárd forinttal kevesebb jut. Pedig Balogh Zoltán miniszter a múlt héten azt mondta, hogy a következő években a családok megerősítése lesz a legfontosabb. Célunk az, hogy úgy erősítsük meg a magyar családokat, hogy egyrészt egyre több gyermek szülessen, másrészt pedig egyre több olyan családban szülessen gyermek, ahol képesek és alkalmasak a szülők a munkavállalásra. Ez a megjegyzés, ahogy Kóros fogalmazott, kissé rasszista. Az a szándék pedig, hogy a munkanélküli szülőktől megvonják a családi pótlékot, szerinte egyenesen undorító. Az MSZP ezért felszólítja a kormányt, hogy vonják vissza a tervezetet. Nem a felnőtteknek jár a családi pótlék, hanem a gyerekeknek. Az MSZP politikusa szerint már 4,8 millió ember él a létminimum alatt. Kóros Lajos szerint Orbán Viktor egy segédmunkásokból álló országot szeretne, hisz a közmunkából lehetetlen visszatérni a piacgazdaságba. Nem becsülöm le a manuszt, de bele fog bukni. Nagyon csúnyán bele fog bukni. Tudja, amikor a nép rájön arra, hogy ezek mekkora nagy gazemberek, örülni fognak annak is, ha csak börtönbe zárják őket. A Jobbik országgyűlési képviselője a családi adókedvezményt előrelépésnek tartja, de a második gyermek után járó adókedvezményt szeretnék megemelni. Szerinte az adókedvezményeket több más adónemre is ki kellene terjeszteni, mert erre, ahogy mondta, a gazdagok kormánya nem gondolt. Radikális áfacsökkentést kell végrehajtani a gyermekneveléshez szükséges cikkeknél. Államilag támogatott otthon és bérlakás építési, illetve vásárlási programot kellene kialakítani. Az LMP lesújtónak tartja a költségvetést. Hogyha ez így megvalósul, akkor a kormány nyíltan gyakorlatilag felmondja a társadalmi szolidaritást ebben az országban. Szél Bernadett szerint egy ilyen költségvetést elkészíteni kegyetlenség, mert olyan brutális intézkedéscsomagot tartalmaz, amelynek beláthatatlan következményei vannak az egész ország, de főleg a szegényebbek számára.